Február 1-én a civilek napján adta át Farkas Éva Erzsébet polgármester és Ember Alex a Makói Szolgáltató ZRT vezérigazgatója a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete számára azt a 10 000 darab hagymatikum gyógyfürdő belépőt, amellyel a város a véradás népszerűsítéséhez járul hozzá. A sajtótájékoztatón Sasvári Krisztina rámutatott, az ilyen együttműködéseknek is köszönhető, hogy egyedülálló számú lakos tudnak bevonni az életmentésbe. Véradásszervezés tekintetében a KSH adatai alapján a véradások eredményei Csongrád-Csanád vármegyében a legjobbak a 2022-es évi adatokat is nézve. Itt a lakosságra vetítve a véradók aránya 6%, ez az egyetlen vármegye az országban, amelyik eléri a 6%-os részvételi arányt. Erre is nagyon büszkék vagyunk, és biztos vagyok benne, hogy ezt annak is köszönhetjük, hogy a véradókat tudjuk motiválni, tudjuk jutalmazni, és a minket támogató cégek, önkormányzatok, fürdők segítségével tényleg el tudjuk ismerni a véradásnak a fontosságát. Az igazgató hozzátette, ettől függetlenül időszakosan hullámzó a véradók számának alakulása, jelenleg például a nulla pozitív és A pozitív vércsoportokra lenne leginkább szükség. Az első két hét nagyon nehéz volt, egy kicsit alacsonyabb számokat tudtunk produkálni, mint amire szükség van, de az elmúlt két hét ezt javítani látszik, és bízunk benne, hogy a fürdőbelépők újbóli osztásával tényleg újabb lendületet kap majd a véradás szervezés eredménye, és meg tudjuk szólítani azt a heti 500 főt, akire szükségünk van ahhoz, hogy Csongrád-Csanád vármegyében biztosítottak legyenek a vérkészítmények. A leendő véradók számára az is segítség lehet, hogy a Magyar Vöröskereszt honlapján a www.vöröskereszt.hu-n folyamatosan lehet tájékozódni a közelben lévő véradások aktuális helyszíneiről.